A legutóbbi spirituális kör alkalmával Tóth Szilvia angyalterapeuta gyermeknevelés és a belső gyermek kapcsolata címmel tartott előadást a Városi Könyvtárban. A szakember rámutatott arra, mennyire fontos az, hogy személyiségünk gyermeki éne alapján kik is vagyunk mi, és milyen gyermekkorunkból eredő problémákkal küzdünk. Ha pedig feltesszük a kérdést jelen helyzetünkben, miért is vannak nehézségeink egy-egy területen, sokszor a gyermekkornál keresendő a válasz. Ez pedig terápiás módszerekkel hívható elő és oldható fel. Tóth Szilvia elmondta, belső gyermeki énünk alakulása gyermekkori élményeinktől, a kapott mintáktól, neveltetésünktől függ elsősorban. Ha gyermekkort felosztjuk, ugye öt szakaszra lehet felosztani, minden egyes időszakban más fizikai, érzelmi szükséglete van egy, egy, gyermeknek, és hogyha ezt a szülők nem tudják, vagy nem megfelelő módon elégítik ki, akkor tud sérülni a belső gyermekünk. Például a csecsemőknek ugye arra van szükségük, hogy egy és rengeteg fizikai szükségletük van, testközelséget igényelnek, hogyha sírnak, akkor, akkor az édesanyja, édesapa oda menjen, kicserélje a pelust, felvegyék, etessék, hogyha ezek nem megfelelőek, akkor ott ott ez a csecsemő a sérülni tud. Tehát, hogyha mondjuk sír, és nem megy az anya, akkor ez a csecsemő azt tanulja meg, hogy adott esetben mondjuk én egyedül vagyok a világban, a külvilágot én nem érdeklem, nem vagyok fontos. A szakember hozzátette, belső gyermeki énünk természetesen hatással van arra, hogy szülőként hogyan neveljük saját gyermekünket, hiszen tanult mintáinkat tovább örökítjük. Tehát először saját magunkban kell tudatosan rendet teremtenünk ahhoz, hogy segíteni tudjunk neki abban, hogy a jövőben boldog felnőtté válhasson.